Megszűnt a Fidesz kétharmados többsége, miután tegnap elhunyt Lasztovica Jenő fideszes országgyűlési képviselő. A kormányoldal leghamarabb a február 22-i időközi választásokon szerezheti vissza a kétharmadot, akkor tartják az időközi választást Navracsics Tibor helyére. A miniszterelnök korábban azt mondta, mindez nem számít, nincs a kormány előtt olyan döntés, aminél szükség lenne a minősített többségre. A művészetek völgye a Balaton felvidéki Kapolcson. Ezen a településen is időközi választásokat kell tartani legkésőbb májusig. A Veszprém megyei 3-as körzet képviselője volt ugyanis Lasztovica Jenő, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki tegnap hosszú betegség után hunyt el. Tisztelt országgyűlés! Bár a politikus betegsége miatt már csak ritkán vett részt az országgyűlés ülésein, a Fidesz-KDNP-nek ténylegesen most szűnt meg a kétharmados többsége. Az Orbán kormány 2014-es újraválasztása óta még nem volt olyan törvény, amelynek elfogadása az összes képviselő kétharmadára szükség lett volna, csak olyanok, amelyekhez a jelenlévő kétharmadának azonos szavazata kell. Kérem, szavazzanak! Megkerestük a Fideszt, hogy várható-e olyan törvényjavaslat, amihez szükség lehet a kétharmadra. Azt írták, Orbán Viktor decemberi nyilatkozata óta nem változott a helyzet. Akkor Navracsics Tibor uniós biztosi kinevezése miatt került szóba a kérdés. Ugyanis, ha ott nyerne az ellenzék, biztosan elúszna a Fidesz kétharmada. A kétharmadnak a mostani helyzetben nincsen jelentősége. Tehát nem ismerek olyan problémát Magyarországon, amelyet 2010 és 14 között ne oldottunk volna meg az akkori kétharmaddal. A Párbeszéd Magyarországért politikusa szerint ez még a gyász ideje. Később kell végig gondolni, mihez kezdjen az ellenzék a kialakult helyzetben. A PM is a megalakulása óta azon dolgozik, hogy lebontsa a kétharmadot, ezt a korrupt Orbán rezsimet és egy igazságos társadalmat, egy élhető Magyarországot építsen. Mégis meggyőződésem az, hogy egyelőre most a gyász ideje van itt. Lasztovica Jenő halála miatt legkésőbb május 3-ára írhatják ki a voksolást.